Igazából szerintem ez az a helyzet, amikor a gamer közösség igenis, hogy odafigyelhet a nénikre, és elmondhatják nekik, a környezetükben anyukák, nagymamák tarthatnak nekik gyors talpalót, hogy mit szabad és mit nem, mert el is hiszik nekik, hiszen az a rohadt kölyök állandóan ott ül görbe háttal a számítógép fölött, és lövöldözi a zombikat, akkor csak ért már egy pinkóthoz. Oszd meg a tudásod, és segíts a hozzá nem értőknek megelőzni a digitális világ veszélyeit. Ha úgy érzed, hogy segíthetsz a környezetedben élőknek egy-egy jó tanáccsal, ne habozz megtenni. El kéne lőni, gyerekek, most már Kásás kiskapja, kisemelkedik ki, gól! Én is azt érzem, hogy rendben, hogy tanultam szorgalmasan, jártam több iskolába, különböző végzettségeim vannak, mellette élsportoló voltam, járhattam 4 olimpián, 35 évet az uszodában töltöttem, és hogy mennyi mindent tapasztaltam, mennyi mindent láttam. Sok emberben ez okoz egyfajta szerintem megelégedést is, vagy egyfajta olyan önbizalmat, ami mondhatjuk, hogy talán indokolatlan bizonyos területeken. Magyarországon az online pénzügyi csalások száma az évtizedben drasztikusan emelkedik. 2013-ban még 250, 2015-ben már több mint 2000, 2017-ben már több mint 3000 ilyen bűncselekményt regisztráltak. Ám ha tanáccsal és odafigyeléssel segítünk egymásnak, sokszor megelőzhető a baj. Hogy megpróbáltam azt én magamban például az évek alatt, ha nem is bölcsességgel, de tapasztalattal kifejleszteni, hogy a saját korlátaimat érezzem, hogy mennyi mindenhez nem értek. Az egyik ilyen alapvető téma az az informatika. Nagyon alap dolgokat nyilván az ember kitanul lassan, döcögősen, ki gyorsabban, ki lassabban, de hogy a mai világban nagyon gyorsan fejlődik ez az egész iparág, hogy egyszerűen nagyon nehéz annak követnie, aki egy picit is csak kívülálló. Valahol az is nagyon fontos feladatunk, hogy megmutassuk azt, hogy a digitális térnek mennyi előnye van, hogyan segíti ez a mindennapjainkat, hogyan segíti a versenyképességünket a világban, és arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy igen, ez rejteget bizonyos veszélyeket, mint minden más, és hogy ezekre is oda kell figyelni, ugyanúgy, mint ahogy a való életben, itt is vannak a digitális térben csalók vagy rosszakarók, és ezeket föl kell tudnunk ismerni, és ki kell tudnunk küszöbölni. Használj erős jelszót, a fontosabb szolgáltatásokhoz pedig, például a levelezésedhez, a közösségi média profilodhoz vagy az online bankoláshoz mindig eltérő jelszavad legyen. Ugyanazt az e-mail jelszópárost lehetőleg csak egy helyen használd. Velem is fordult elő ilyen a múltban, még a régi cégemnél. Egyszer csak kaptam egy e-mailt az akkori pénzügyi vezérigazgató helyettestől, hogy legyek olyan kedves erről a számláról arra a számlára átutalni ilyen és ilyen összeget. És hogyha nem nézem meg figyelmesebb, nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy a pénzügyi vezérigazgató helyettes ilyen utasítást adjon, hiszen ezt a műveletet ő saját maga is el tudta végezni, ad egy. Ad kettő, pedig arra lettem figyelmes, hogy az e-mail címbe egy betű nem stimmel. És kiderült, hogy egy bepróbálkozás volt, hogy hát ha egy idegen e-mail címről, egy idegen bankszámlaszámra, hogy hát ha átutalom azt a kért összeget. Aki ért hozzá, az egy nagy tudással rendelkezik ebből a szempontból a laikusok számára. És ha lehetne ilyen vasárnapi ebédnél erről is beszélni, vagy egy kávézás során, amikor meglátogatjuk az unokatásunkat vagy a nagymamánkat, akkor szerintem ez egy hasznos dolog lenne, hogy igenis, ha én értenék hozzá, akkor biztos, hogy a gyerekeimnek, édesanyámnak, feleségemnek, legjobb barátaimnak elmondanám az összes olyan újdonságot, amit hallok. A szeretteid biztonsága rajtad is múlik. Oszd az észt, és oszd meg a cikkeinket azokkal, akiknek tanácsra van szükségük a digitális világ veszélyeivel szemben.